Kedves testvérek, szeretett vendégek, délután Isten tiszteletünk megkezdésére énekelni fogjuk az 5-ös számú éneket. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Térdet hajtunk az imádkozó szín előtt. Mennyei jó atyánk, meghajtottuk fejünket te előtted ezen délutáni órában, és megköszönjük ezt az újabb alkalmat, amikor összegyűlhettünk hallgatni igedet és dicsérni a te nagy és szent neved. Mennyei jó atyánk, kérünk, lelked által légy jelen, áld meg a szószólót, áld meg a gyülekezetet, áld meg a mi szíveinket, hogy befogadjuk a hallott igét. És a mindennapokban meglátassék rajtunk az, hogy követjük a te szavadat. Megemlékezünk betegeinkről a gyülekezetből, kérünk, légy övelük, bármelyikkel te tudod a legjobban, hogy hol vannak, milyen súlyosak a betegségük. Légy övelük, és gyógyítsd meg őket, és segíts meg, haza érkezzenek családjaikba, és majd a gyülekezetbe, hogy együtt tudjuk dicsérni nagy és szent neved. Köszönjük, jó atyánk, hogy meghallgattál az Úr Jézus nevében. Ámen. Amen.
Szeretettel köszöntelek, kedves testvérek, testvérnők az Úr Jézus Krisztusban. Azokat, akik itt vagytok a gyülekezetben, ezen a helyen, szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten követnek minket, és kívánom, hogy a Jóisten áldása nyugodjon meg rajtunk, miközben az ő orcáját keressük, miközben a mi Istenünkhöz kiáltunk, a mi nyomorúságainkból, a mi bajainkból, azokból az emberi tapasztalatokból, amelyek talán sokszor a halál árnyékának völgyéhez hasonlítanak. Hát tudjuk azt, hogy van egy Isten, és ennek az Istennek van megoldása minden bajainkra, és várjuk az ő szabadítását. Kedves testvéreim, ma délután a János evangélium a 15. fejezetéből szeretném olvasni az igét. A 15. fejezet 4. és 5. verseit. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül majdnem semmit sem cselekedhettek. Nem tudom, hogyha valaki figyelmesen követte azt, amit olvastam. Drága testvéreim, a valóság az, hogy a keresztény világ, sokszor beleértve minket is, ha nem is olvassuk oda ezt a szócskát, hogy majdnem, a valóság az, hogy mi így hisszük. Hogyha körülnézünk a világban, most a világnak a nem keresztény zónájára gondolok, hogyha meghallgatjuk, amit például különféle trénerek és különféle, úgy mondják angolul, hogy ilyen influencerek, befolyásos emberek, prédikátorok, de nem vallásos értelemben prédikátorok, hanem egyszerűen csak olyan emberek, akik bizonyos életeszméket tárnak az emberek elé, megfigyelhetjük azt, hogy ezek az emberek csupán csak a javukat akarják az emberiségnek. Mondok egy példát. A tegnap olvastam Elon Musktól, tudjátok, hogy kicsoda, a világ egyik leggazdagabb embere, vagy 5 jó tanács van felsorolva az interneten, állítólag, hogy ezt ő így javasolja az embereknek, akik valami jót akarnak elérni ebbe az életbe. Az első az, 1 hónapig, vagy nem tudom, 6 hónapig, nem tudom mennyit írt, már nem emlékszem, 1 évig, semmi pornográfia. Kelj fel minden reggel 7 óra előtt. Olvassál minden nap legalább 15 oldalt. És még sorol egy néhány ilyen dolgot. És rájövök arra, hogyha egy ilyen tanácskészletet próbálnánk osztani az adventista szószékekről, hát nagyon is helyén való lenne. Nem jó az, hogy az emberiséget arra tanítjuk, legyen szorgalmasabb, legyen erkölcsösebb, legyen becsületesebb. Ugye ez mind jó. Mind jó. Hogyha megfigyeljük azokat a törekvéseket, amelyeket a mai világban a nagyvallási vezetők, amelyeknek az irányában a nagyvallási vezetők a világban erőfeszítéseket tesznek például, hogy mentsük meg mit? A Földet. Mindenki, akinek van egy kis sütnivalója, látja, hogy így nem fog menni nagyon sok ideig. Nem fog működni. És akkor megpróbálják a Földet megmenteni úgy, hogy azokat az energiaforrásokat, amelyek nagyon szennyezőek, azokat megszüntetni, és használni alternatív energiaforrásokat, de amelyek nem tudják most így hirtelen ellátni a világ lakosságának a szükségletét, és akkor minden drágul, és így tovább. Tehát a szándék az mind jó. Tegyünk valamit a bolygónkért, tegyünk valamit az emberiségért. Miért tennénk ezt? Ha nem hinnénk, hogy mi
emberek megmenthetjük a bolygót, a mi emberek megmenthetjük a saját életünket, miért cselekednénk ezeket, miért hirdetnénk ezeket, ha nem hinnénk abban, hogy megvalósulhat az ember? De mi szükség itt Istenre? Kinek van szüksége Istenre? Hogy például a bolygón a környezetszennyezést megállítsuk. Mi szükség itt Istenre? És a vallásos ember azt mondja, hogy igen, igen, hát az Istentől tanultuk. Erre van szükség, hogy az Istentől tanuljuk meg ezeket a dolgokat. És ezért olvastam én itt János 15.5-ben, hogy így tanulta meg a keresztény világ, és sokszor mi adventisták is így tanultuk meg ezt a szöveget, hogy nála nélkül majdnem semmit nem cselekedhettek, tehát cselekedhetünk dolgokat, amelyek ugye jók, de azért Jézus nélkül csak nem cselekedhetünk, nem tudom mit. De azért cselekedhetünk jó dolgokat. De Jézus nem azt mondja, hogy majdnem. Jézus nem azt mondja, hogy az emberiség meg tudja nagy vonalakban magát menteni, vagy konzerválni, vagy mit tudom, ahogy akarjuk mondani. Nem ezt mondja. Jézus azt mondja, hogy az emberiség halálra van ítélve nélküle pont. Te rád és én rám is 2 méter föld vár. Pont. És ezt mi nem hiszük el. Ez a bolygó egy nap megsemmisül. Így mondja a Biblia. Mi akarjuk menteni? Mert mi úgy hisszük, hogy megmenthetjük. Most ha valaki a világhálón követ, meghallja, hogy miket mondok, lehet, hogy azt gondolja, hogy én olyan ember vagyok, aki fittyet hány arra, hogy hogyan viselkedem a természettel szemben. Nem. Énnek számomra nagyon fontos az, hogy még egy maghéjat se dobjak le oda, ahova nem kell. De tudom azt, hogy ami az emberi lét jövőjét illeti, ami ennek a bolygónak a sorsát illeti, nincsen semmilyen jelentőség ennek. Én egyike vagyok azoknak, akik igyekszem megtartóztatni magamat attól, hogy ne használjam, mit tudom én, az energiát, nem csak azért, hogy ne fizessek többet, hanem azért, mert fontos az, hogy ne pazaroljunk, ne tékozoljunk. De mégis ennek a takarékosságnak nincsen abszolút semmilyen szerepe, ami az emberi sors meg, ami az emberi faj jövőjét illeti, ennek a bolygónak a jövőjét, nincs semmilyen szerepe. Honnan tudom ezt? Mert Jézus azt mondta, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedtettek. És amiről úgy gondoljuk, hogy mi azt megcselekedhetjük, az mi? Ebben a szöveg összefüggésben. Semmi. Ami úgy gondolunk, hogy valamit tehetünk a világért, magunkból indulván ki, a mi eszközeink által, a mi mentalitásunk által, a mi elgondolásaink által, az emberi, az emberi eszközök által ennek a szövegnek a fényében semmi. Én nem mondom, hogy nem tehetünk, ott leesett egy ember az utcán, és nem mehetek el mellette, mint egy olyan valaki, aki nem is veszi ezt észre. Kinyitom a kezemet, felhívom a mentőket, koldul a koldusa az utcasarkon, kötelességem valamit segíteni rajta. Ha nem akarok pénzt adni, adok neki egy darab kenyeret. Nem ezt akarom mondani, hogy nem kell törődnünk az embertársainkkal. De mégis, ami az emberi faj megmentését illeti, nem ér semmit. Hogyha, lehet, hogy hallottatok, béke fenntartó, hallottatok ilyet a világban? Béke fenntartó erők. És ezek a béke fenntartó erők a Jézus Krisztus hegyi beszéd prédikálják, nem? Így tartják fenn a békét a földön. Nem így prédikálják? Nem. Akkor hogy tartják fenn a békét? Gépfegyverrel. Béke fenntartó erők. Vagyis a Szentírásból tudom, és látom ezt a körülöttem való világban, ha akarom látni. Én tudom ezt, hogy amit én ma mondok ma délután, ezt nagyon nehéz elhinni. De egy bibliai tény, amelyet a körülöttünk való valóság bizonyít, hogy az emberi faj egy olyan fellázadt, elkorcsult fajta az univerzumban, amelynek a megmentése érdekében az ember nem tett semmit,
bármit tenne az ember megmentése érdekében, vagy az emberi faj megszelídítése érdekében, békefenntartó erőkkel, vagy Egyesült Nemzetek Szervezetével, vagy mit tudom én, milyen egyéb szervezetekkel és próbálkozásokkal nem ér semmit lényegében. Én mondok egy példát. Lehet, hogy hallottatok a tudomány nagy felfedezéseiről, hogy milyen óriási nagy eredményekre jutott el a tudomány, és tényleg így van, hogy tehát óriási teret hódított a tudomány, és én szeretem a tudományt. Viszont a tudomány többet tulajdonít magának, mint amennyit nyújtani tud. Például, hogyha kíváncsiak vagytok, és ha van időtök, próbáljátok utána keresni a 60-as években, amikor először lépett holdra ember, hogy mit írtak az újságok a 60-as évek végén. Olyan nagy volt a rajongás, hogy most eljutottunk a holdra, hát a holdon olyan kórházakat fognak építeni, ahol nem tudom milyen betegeket fognak gyógyítani és kezelni, és nem tudom milyen gravitáció nélküli terápiát fognak alkalmazni, hogy az embereket megmentsék. Hogy milyen jó életünk lesznek, most hány ilyen kórház van a holdon? Nincs egy sem. Tudjátok azt, hogy a következő évtized határain belül meg fog történni az, amikor az első ember megveti a lábát a Marson. Már helikopter is repült a Marson. Egy parányi helikopter. Na most, hogyha az ember belegondol, van naponta plusz 100 fok, nappa éjszak van mínusz 200 fok. Miért kívánkozik valaki a Marsra menni? De hát oda kell menni, mert ott nem tudom mi lesz. Jó, a tudománynak vannak ilyen ambíciói, és nagyon jó, hogy vannak ilyen ambíciói, hogy fejlődik, és megoldások, és nagyon jó, semmi problémám elvel. De ennek nincsen semmi szerepe, ami az emberi faj megmentését illeti, ami a földünk és bolygónk jövőjét illeti, nincsen semmi szerepe, mert egyszerűen azért, mert Jézus azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Valaki ezt nem hiszi el, még mielőtt eljutnék oda, ha megengeditek, figyeljétek meg, hogy Jézus Krisztus mennyire ragaszkodik egy bizonyos dologhoz, mikor búcsúzik a tanítványoktól. Cselekedetek könyvének első fejezetének negyedik versében, azt olvassuk, hogy és velük összejövén meghagyja nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből. Hogy el ne menjetek, de igen, nekünk van dolgunk. Nehogy elmenjetek. Igen, de mi Galileak, nehogy elmenjetek. Ott maradjatok Jeruzsálemben. Igen, de hát akkor hogy lesz most egész életünk? Nehogy elmenjetek. Tartsátok észbe, hogy nincs mit csinálnatok nektek sehol, sem Galileában, sem Samáriában, sem a világnak bármilyen másik helyén, hanem mi a feladatotok? Mi az első feladatjuk a tanítványoknak, miután Jézus Krisztus elmegy a földről? Mi az első dolog, amit nekik csinálniuk kell? Maradjatok Jeruzsálemben. Maradjatok, nehogy elmenjetek. Maradjatok Jeruzsálemben. Most miért kellett a tanítványoknak Jeruzsálemben maradniuk? Figyeljétek meg, hogy Jézus hányszor hangsúlyozza ki ezt a gondolatot azon az igén kívül, amit elolvastam, amit a János Evangélium 15. fejezetéből, hogy hányszor vissza és vissza utal ugyanarra a gondolatra más-más formában. János 14.25-ben azt mondja az Úr, ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít. Micsoda? Mire lehetne megtanítani egy adventistát például? Mit nem tud egy adventista? Mit nem tud? Tudja, hogy mi történik az ember, amikor meghal? Tudja, hogy mekkora távolság az első feltámadás a második feltámadás között? Tudja, hogy mennyi ideig uralkodott a fenevad? Tudja egy adventista, hogy igazából kivezeti ezt a világot? Tudja, vagy nem tudja? Mi mondjuk, hát mondjuk a világ nem tudja, mert az szegény világ, mit csinálhat egy szekuláris ember? Felnéz a világ vezetőire, és a világ vezetői azt mondják nekik, hogy hát van egy járvány, és hát így jött, így hozta az élet, és hogy most mit lehet csinálni? Hát azt lehet csinálni, hogy mindenki jön otthon, tegye fel a maszkot, oltsa be magát, és van egy járvány, és akkor el fog múlni, és ez van. Drágul meg minden, nincs mit csinálni, ilyen az élet. De egy adventista mit gondolhat erről?
Hát, hogyha ismeri a Bibliáját, akkor tudja azt, hogy Jézus Krisztus azt mondja a János 12-ben, hogy íme jön-e világ fejedelme? Ennek a világnak van egy fejedelme. Egy adventista tudja, hogy van egy nagy küzdelem. És ez a világ egy gonosz hatalomnak a befolyása alatt van. Minden civilizált és jól nevelt és kulturált, hogy is mondjam, arculatával együtt. Mit tanulhat egy adventista? Az adventista mindent tud, nem? Mit tanulhattak a tanítványok? A tanítványok mindent tudtak, nem? Jézus még azt mondja, hogy nehogy elmenjetek Jeruzsálembe, mert ti nem vagytok készen. Történnie kell valaminek, mert enélkül semmit nem cselekedhettek. A második ige, amit olvasni akarnék, János 16-ban van. János 16-12-ben azt mondja az Úr, még sok mondani valom van. Erre mit mond egy adventista? Nálunk van az egész igazság. És így szépen jól kulcsra zárjuk az ajtót az Isten hatalma előtt, és azt mondjuk az Istennek, hogy hát mi tudjuk az igazságot, nem? Nehogy azt gondoljuk, hogy a tanítványok másképpen gondolkodtak. Drága testvéreim, az emberi természetben van egy ilyen mérhetetlen önbizalom, egy ilyen rendkívül kellemetlen vakság. Mi általában sokkal jobbnak látjuk magunkat, erre vagyunk hajlamosak. Hogy általában sokkal jobbnak lássuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. És noha, hogyha visszagondolunk az elmúlt évtizedekre, vagy ha csupán csak a kortárs társadalomban való szerepünkre gondolunk, hogy milyen eredménytelenek vagyunk, legalább most ébredhetnénk fel, hogy na várjunk csak, mert lehet, hogy Jézusnak igaza van. Amit eddig próbálkoztunk csinálni, eredménytelen volt, vagy nagyon sok eredménnyel járt. Jézus azt mondja, nekem még van mondani valom, nem kevés, sok, ezért maradjatok Jeruzsálemben, ne menjetek sehova. Ha elmentek, magatokba mentek el. Aztán egy másik igét gyorsan, a 14. fejezet 16. versében mondja Jézus, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus, mikor elbúcsúzik a tanítványoktól, a Máté Evangélium 28. fejezetének utolsó versében, Jézus azt mondja, hogy én, és íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az egyik legdrágább ígérete az Úr Jézusnak az egész Új Testamentumban. Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De a kérdés az, hogy hogyan? Hogyan van Krisztus mi velünk? Így. Ahogy mondja itt, János 14-16-ban, és én kérem az atyát, és az más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. A tanítványokkal volt akkor, mikor Jézus ezeket a szavakat mondta? Vagy nem? Ha velük lett volna, akkor mi szükség lett volna azt mondani a tanítványoknak, cselekedtek 1-4-ben, hogy maradjatok Jeruzsálemben, ha a Szentlélek ott volt már a tanítványokkal? Mi szükség lett volna utalni egy jövőbeli eseményre, hogy azt kell bevárni, ha már úgyis ott volt. És most jön egy nagyon kellemetlen kérdés. Itt van velünk a Szentlélek ma? Melyik adventista mondaná azt, hogy nem? De ha itt van, akkor hol vannak a bizonyítékok? És János 16:8-ban, és mikor eljö, itt a Szentlélekre utal, mikor eljö, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Drága testvérem, mi próbáltuk valaha a világot megfedni bűn, igazság és ítélet tekintetében. Más szóval megpróbáltuk megmutatni a körülöttünk élő embereknek, hogy téves úton járnak? Vagy nem próbálkoztunk ilyesmivel soha? Nem tudom, hogy álltok, de én őszintén elmondom, hogy én evangelizációs sorozatban ezt próbálom megmutatni az embereknek, hogy van az Istennek az útja, ez az az út, és van egy másik út, vagy nagyon sok más út,
amelyiken az emberek járnak, és azok mind téves utak. Én ezt szoktam csinálni evangelizációs sorozatot. Nem tudom, hogy miért másért tartanánk evangelizációs sorozatot, mint azért, hogy megmutassuk a világnak, hogy csak egy út van az üdvösségre, és Istennek egy útja van, és azon kellene járnunk mindannyian. És milyen eredménye? János azt mondja itt, hogy Krisztus azt mondja itt, János 16.8-ban, hogy amikor eljö ki, Pálfi Miklós a prédikátor. Nem rólam van szó itt. Mikor eljö a Szentlélek, ugye, az majd megfedi a világot bűnigazság és ítélet tekintetében. Na most, testvéreim, megtörténhet az, hogy valamilyen eredményeset tudjon tenni Isten népe a Szentlélek kitöltetése nélkül? Ha visszagondolunk az elmúlt 50 évre, akik idősebbek, hány olyan áldott isteni jó dolgot tett az Isten népe itt a Földön, amelyről azt lehetne mondani, na ennek a dolgnak aztán ennek megvan a helye a megváltási tervben, így kell csinálni. Lehet, hogy nehéz válaszolni egy ilyen kérdésre, viszont én már sokszor átgondoltam ezt, és titeket kérdezlek most, hogy 3,5 év alatt, 3,5 esztendő alatt, ameddig tartott Jézus Krisztusnak a nyilvános munkássága, hány olyan jó dolgot tudunk felsorolni, ami áldott dolog, amelynek aztán tényleg megvan a maga helye és eredménye az Isten munkájában, hány ilyen dolgot cselekedtek a tanítványok 3,5 esztendő alatt saját kezdeményezésre? Hányat? Fel tudunk sorolni legalább vagy 3-at. Tehát olyan dolgokról van szó, amiket a tanítványok a saját kezdeményezésükre szóltak vagy tettek, ugye? És aztán azt magán hordozná az Isten beleegyezését, és aztán az eredményt is hozott az Isten munkájában. Hány ilyen dolgot tudunk felmutatni? A 4 evangéliumból. 2-3 legalább. Van ilyen? Drága testvéreim, én mikor ezt felfedeztem, én le voltam sokkolva. Nem jött, hogy higgyem, hogy a tanítványok, akik talán a legőszintébbek voltak az egész zsidó nemzetből, mert ők tényleg félretettek mindent, amiük volt, és követték ezt a Jézust, erre a Krisztusra tették fel az egész életüket. Gondoljatok bele, ezek elhagyták a családjaikat. Nem tudom, hogy miből éltek a családjaik, amik Péter el volt menve, ides tova Jézus nyomdokán. És a többiek mind lemondtak a szakmájukra, lemondtak a hétköznapi életük kényelméről. És követték Jézust. Nagyon őszinték voltak. Oda szenteltek voltak. És mégis 3,5 év alatt, drága testvérek, én megvallom nektek, nem találtam semmit. Semmit, még egyet sem. Olyan dolgot, amit a tanítványok saját kezdeményezésre cselekedtek volna, és az áldásos lett volna. Engedjetek, hogy soroljak egy párat. Nem olvasom az ígéket, mert nem idő rá, hogy most ezeket mind felolvassuk, de ha valaki kíváncsi, én csak mondom, hogy hol található. Máté 19.13-ban valami szülők odahoztak valami kisgyermekeket Jézus Krisztus köré, és Jézus Krisztus nagyon nyájasan kinyújtotta a kezeit felük, mit mondtak a tanítványok? Hát, milyen dolog ez? Hát nekünk most a gyermekekkel kell foglalkozni. Hát itt van az Isten fia, vigyétek innen el őket. Jól csinálták? De jó szándékkal akarták csinálni. Óvni akarták az evangélium ügyét. De mégis, nálam nélkül, még a jó is, amit cselekedni akartok, az is rossz. Aztán már 9.38-ban egy alkalommal szinte azt lehetne mondani, hogy János talán megvallja Jézusnak azt, hogy valaki a te nevedben üzött ördögöket, és mi csináltunk? Megtiltottuk. Jaj, de jól tetted, János. Hát hogy?
Persze, nagyon jól tetted. Ha valaki nem adventista, nem fog üdvözülni. Jól tetted? Nem. Nem. Nem így kell az emberekkel viselkedni. Aztán Lukács 9:54-ben, amikor Jézus Krisztus Galileából utazik Samárián keresztül Judeába, este fele valamikor Krisztus elküldött tanítványokat, hogy szállást készítsenek egy samaritánus faluba, és természetesen előfordul az ilyesmi is, hogy nem fogadják, és János határozottan valamilyen lélektől indítva azt mondja, hogy hát, uram, nézd meg, Illés mit csinált ilyenkor? Bibliából veszi a példát. Illés mit csinált ilyenkor? Akarod, hogy parancsoljuk meg? Nem tudod, hogy mit beszélsz, János. Én tudom, te engemet védni akarsz. Nem tudom, nem tudod, minémű lélek, emlékeztek Jézus, próbál rávilágítani arra, hogy az emberi lény minden jó szándék mellett is, drága testvére, ami történik ma a világban, ez a sok jó, hogy legyen vakcina mindenkinek, mindenkinek az életét mentsük meg. Ez a sok jó, hogy a bolygót mentsük meg. Tudjátok, hogy akarták megmenteni a bolygót ezelőtt 100 éve? Feltalálták az elektromos áramot, és azt mondták, hogy ha elektromos áramot küldünk minden házba, az emberek milyen boldogok, és milyen szuper lesz az élet. És 100 éven keresztül égették a szenet, 100 éven keresztül égették a gázt, mit tudom én, hány éve használják az atomenergiát, amely az is rettentően szennyez és óriási kockázatokkal jár, és a jó, amivel törekedett ez a világ, hol vezetett? Most azt mondják, hogy ez nem jó. Testvérek, amire a világ azt mondja, hogy most jó, és így kell megmenteni a bolygót, meglátjátok, a Jóisten még ad életet ezen a bolygón, 50 év múlva azt mondják, hogy ez nem így kell, nem nő, nem volt jó. Vannak az elektromos kocsik, drága testvérek. Most mindenki elektromos kocsival fog járni. Senki nem veszi észre, hogy azt az villanyenergiát mivel termelik ki, amivel az elektromos kocsi jár. És hogyha az egész villanyenergiát mind zöld energiából termelnék ki, hogy hány tonna, meg ezer és millió tonna olmot használnak oda el, azért, hogy akkumulátorokat, és mit tudom én, hány évente ezeket cserélni, és most így látják, hogy így kell megmenteni a bolygót, és eltelik még egy pár évtized, azt mondják, nem jó, nem jó. Én ezt akarom hangsúlyozni, drága testvérek, ma délután, hogy mi adventistákkal az élen, minden világvallással az élen, és minden vezetővel az élen, akik mind jót akarnak ennek a világnak, mind jót akarnak az emberiségnek, nem beszélve még most itt a hátsó szándékokról, azokat még nem is vettük szóba, mert ilyenek is vannak különben. De én most csak arról beszélek, ami így van beállítva, hogy most csak jót csináljunk az emberiségnek, az mind rossz. És csak idő kérdése, ameddig be fog bizonyosodni, hogy az mind rossz volt. Máté 17:24-ben Kapernaumban Péter kimegy az utcára, és pont akkor mennek el a 2 drakma szedők a ház előtt, és oda mennek Péterhez, hogy a ti mesteretek nem fizeti a 2 drakmát? Mit mond Péter? Hogyne? Mi ne fizessük a 2 drakmát? Azon nyomban! Jó mondta? Megtagadta Krisztust? Felmennek a megdicsőlés hegyére, megjelenik ott előttük, ugye, Illés és Mózes, Jézus Krisztus is egy ilyen dicsőségben jelenik meg előttük, és mit mond Péter? Hát, milyen jó nekünk itt lenni. Építsünk hány hajlékot? 6-ot, nem? Egyet Illésnek, egyet Mózesnek, egyet Jézusnak, egyet Péternek, egyet Jakabnak, egyet Jánosnak. Így mondja. Nem, mi alszunk a szabad ég alatt. Csak a 3-nak építsünk 3 hajlékot, nem? Mint ahogy mondogatják még az adventista körökben is, itt Erdélyben, hogy hát építsünk egy hajlékot az Úrnak, nem is olyan messze innen Kolozsvártól. Mint a hajlékot az Úrnak? Fejrestünk? Kell az Istennek hajlék? Már Salamon is tudta, hogy az Isten nem alakozik kézzel csinált házakban. Salamon tudta 3000 éve. Építsünk hajlékot, az Istennek nincs hol laknia. Ha nem elég egy univerzum, még teremt 3 univerzumot, ha éppen ezt megunta. Építsünk 3 hajlékot, itt a hegyen, igaz? Jó mondta? Mit válaszol Jézus rá? Olyan butaságot mondott, hogy az ilyesmi nem is kell válaszolni. Nem? Gyerekek szoktak ilyen butaságokat mondani, hogy mit mondjál neki? Nem mondasz semmit. El van felejtve, kész.
Aztán ugye Máté 11.22-ben ugye jön a sokaság, hogy Jézust megfogják és koronázzák, királlyá. És a tanítványok mit mondanak erre? A Szentírás nem mondja, hogy mit mondanak erre, de ez az egyedüli hely az egész Új Testamentumban, ahol Jézus Krisztus valakit kényszerít valamire. Tudjátok, hogy mire kényszerítette a tanítványokat? Menjetek el! A Szentírás mondja, hogy kényszeríti őket, hogy menjenek el. Mert azt is rosszul gondolták. És sorolni lehetne tovább. Ugye Máté 26.8-ban, amikor Mária Magdaléna Jézus Krisztusra önti azt a drága kenetet, tanítványok azt mondják, hogy ez micsoda pazarlás, és el kellett volna adni, és szegényeknek kellett volna szétosztani. Aztán János 7.3-5-ben Jézus Krisztus biológiai testvérei ugye tanácsolják neki, hogy ha meg akarod mutatni magadat a világnak, akkor mindenki kell, hogy lássa ugye a nagy cselekedeteidet, és ösztönözték arra, hogy ő is menjen fel egy bizonyos ünnepre Jeruzsálembe. Azt is rosszul csinálták Máté 16.22-ben, mikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember fiának fel kell vitetni Jeruzsálembe, és szenvedni ott a vénektől, átadatik a pogányoknak, aztán megfeszítették, és harmadnapon feltáll, mit mond Péter erre? Ha, milyen nagy dolog, hogy lehet ilyet? Ezt mondja Péter, azt mondja, nem. Uram, hogy történjen ilyen veled? Isten ments, hogy ilyesmi történjen veled. Látjátok, milyen tudatlanok voltak? Ők azt gondolták, hogy tudnak mindent. Mint ahogy mi gondoljuk ma. Mi birtokoljuk az egész igazságot. Tudjuk, hogy mi a feladatunk. Tudjuk, hogy hogy működik az egyház. Tudjuk, hogy mi történik a halál után. Mindent tudunk. Jézus azt mondja a tanítványoknak, nehogy elmenjetek Jeruzsálemből. Nekem még sok mondani valóm van. Ti nem vagytok készek beavangizálni a világot ilyen mentalitásokkal? Nehogy elmenjetek, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Még 2-3-at hadd említsek, ugye Lukács 10.40-ben Jézus Krisztus Máriának és Mártának az otthonában van, ugye Mária helyet foglal Krisztus lábainál, Márta szolgál, és rögtön oda jön Márta, Uram, nem látod, hogy nekünk itt most dolgunk van, mit tesztek, ha én nem dolgozom? Mit mondja Jézus? Ez a fontos most? Mit eszünk? Ez a fontos? Én nem bánom, ha nem eszünk 3 napig semmit. Aztán, mikor Jézus Krisztus letartóztatják, ahogy közeledünk a vég felé, annál durvábban felszínre jönnek ezek az értelmetlen, áldatlan helyzetek, szituációk, ahol a tanítványok valami jót akarnak csinálni Krisztus és az ő műve érdekében, és mindig túllönnek a célon. Ott van János 18.10-ben, mikor Jézus Krisztust jönnek letartóztatni, Péter kirántja a szabját. Kinek az érdekében rántja ki a szabját? Krisztus érdekében! Cselekedni akart valamit Krisztusért? Nehogy azt gondoljátok, hogy Péter a szolgának a fülét célozta meg. A fejét célozta meg. Ha a szolga nem húzza félre a fejét, akkor a fejét hasítja ketté. Péter, tedd a helyre a szabjádat. Péter, te mit gondolsz? Hogyha kérném, az atya nem bocsájtana a rendelkezésemre mennyit? Több mint 12 légió angyalt? De ez a sötétségnek az órája, amiről ti, Péter, Jakab, János, a többiek, nektek semmi fogalmatok sincs, mert ti mai éjszaka úgy aludtatok, mint hogy a legnagyobb sötétségben szoktak aludni az emberek. Nem értitek, hogy mi történik. Tedd a helyre a szabjádat. Ide nem verekedni jöttünk. Azt se értették meg. Aztán, mikor Jézus Krisztus kivezeti a tanítványokat Jeruzsálemből az olajfák hegyére, mielőtt elbúcsúzna tőlük, ahogy mennek fölfele a hegyen, Cselekedetek könyvének első fejezetének 6. versében, emlékeztek, hogy mit kérdeznek a tanítványok Jézustól, mikor vezeti ki őket a hegyre? Nem most az ideje, hogy én legyek az ilyen miniszter, és én legyek a másik miniszter, hogy helyreállítsd az országot Izraelnek. Emlékeztek, ezt kérdezik tőle. Hát de hogy? Hát hogy kérdeznek ilyet? Mert szemtanúi voltak Jézus Krisztus halálának, megaláztatásának, igazságtalan elítélésének, feltámadásának, mindenek szemtanúi voltak, még a feltámadás után se értették meg Isten munkának természetét. Ezek szerint nem. Ezért mondja Jézus, maradjatok Jeruzsálemben. És várjátok meg az atyának az ígéretét, mert nálam nélkül
semmit sem cselekedhettek. És amit cselekednétek nálam nélkül, minden jó szándék mellett, az rosszul fog elsülni. Még egy példát mondok. Ez az utolsó baklövés, amelyet a Szentírás lejegyzett a tanítványok életéből, még mielőtt kitöltetett volna a Szentlélek. A tanítványok ott vannak összegyűlve a felházban, tudomásul veszik azt, hogy az egyikük nincsen, Júdás, és arra gondolnak, hogy ez a 12-es szám, ez valahogy olyan biblikus szám, ez olyan ideillő szám, és hogy valahogy az ő feladatuk lenne gondoskodni arról, hogy megválasszák, ki legyen a 12-dik. De a tanítványok azt mondják, mint mi, bizottsági gyűlésekben, vagy testvéri összejöveteleken, hát mi nem tudjuk, hogy az Isten melyiket választaná. Ezért mi azt szeretnénk, hogyha az Isten válassza, ezért imádkozunk, hogy a Jóisten vezesse úgy a szavazatokat, a Jóisten vezesse úgy a gondolkodásunkat, hogy olyan döntést hozzunk, amelyik megegyezik az Isten akaratával. És azt mondja a Szentírás, hogy imádkoztak, előállította két embert, és azt mondták az Úrnak, na, Uram, megengedjük neked, hogy a kettő közül válasz. Ti hallottatok még valahol, az egész Új Testamentumban még Mátyásról? Én nem hallottam soha többet utána. De Pál apostolról igen. Azt is hallottam Pál apostolról, hogy többet tett, mint a többiek együttvéve, de azt mondja Pál, hogy mégis nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Drága testvéreim, ezek vagyunk mi. Nem tudom, hogyha ezt a dolgot nehéz elhinni, vagy hogyha ti helyesnek látjátok ezt a dolgot, hogy mi adventisták ma 2021-ben. Egy ilyen állapotban vagyunk, de én így érzem magam. Hogy minden igyekezetem mellett, minden próbálkozásom mellett, minden jó szándékom mellett eredménytelen a munkám. Ezért nem tehetek egyebet, mint Istenre tekintve, és azt mondja, Uram, nálad nélkül, amit cselekedtem, én azt mondom, hogy az Istennel cselekedtem, imádkoztam. Tudjátok, mi mindig ezt mondjuk, mi kivétel nélkül. Imádkoztunk, jó Isten így adta a gondolat, így van. Mikor imádkozunk egy betegért, és a beteg nem gyógyul meg, mit mondunk rá? Hát így akart az Úr. Csak az az érdekes, hogy a Bibliában nem találkozunk ilyen esettel. Még egy eset sincs ilyen, hogy Jézus Krisztus elé odahozzanak mondjuk egy vakembert, és Jézus azt mondja, na, ha az Úr akarja, akkor nyíljon meg a szemed. Ez egy csalafintaság. Mert ha talán nem nyílik meg a szeme, akkor mi fedve vagyunk. Az Úr nem akarta. Semmi baj. Mikor János és Péter felmennek a templomba, ott van a sánta a kapuban, és azt mondja Péter és János, hát ha az Úr akarja, akkor gyógyulj meg. Imádkozunk érted, nem gyógyultál? Az Úr nem akarta, úgy jobb, hogy hajj meg. Erre nincs példa a Bibliában. Ez a probléma, hogy a helyet beismernénk, hogy árvák vagyunk, a helyet, hogy beismernénk, hogy elszegényedtünk lelkileg, a helyet, hogy beismernénk, hogy van egy szakadék köztünk és Isten között, és mint a vízbe fúló, próbálunk minden erőfeszítésünket labba vetni azért, hogy tegyünk valamit. Én találkoztam, drága testvérem, olyan adventistákkal, akik sírva mondták, tudjátok, hogy mi mennyire szeretnénk, hogy ebből a faluból emberek térjenek meg. Könnyek közt mondták. És mégse térnek meg az emberek. Mert magunkra vagyunk. Maradjatok Jeruzsálemben, nehogy elmenjetek onnan. Várjátok meg a Szentlélek kitöltetését. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Az idő eltelt, engedjétek meg, hogy a profitaság lelkéből olvassak egy idézetet, ez a Szemelvények első kötetének a 124. oldaláról van. A következőt mondja, egy gondolatot olvasok belőle, biztos, hogy ismeritek, nem olvasok újat. Figyeljétek meg, hogy a profitaság lelkében hogy van megfogalmazva ez a gondolat. Azt mondja, hogy Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból,
hogy ezáltal az Úr kitölthesse lelkét. Hogy az Úr kitölthesse lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre, nem az én szavaim. Nekünk sovárognunk kell a Szentlélek kitöltetését. Mert a Szentlélek kitöltetése nélkül eredménytelen vagyunk. A Szentlélek kitöltetése nélkül erőtelenek vagyunk. A Szentlélek kitöltetése nélkül, drága testvéreim, nem látunk tisztán. Én, adventista lelkész létemre, befejeztem a teológiai főiskolát, nem látok tisztán. Én tudom, hogy ezt nekem nagyon nehéz beismernem. Amikor ezeket a szavakat mondom, nem is tudnám nektek elmondani, hogy miben nem látok tisztán, mert a vakember nem tudja, hogy mit lát, mit nem, mert nem lát. Csak hogy a Laodiceának van egy másik problémája. Tudja, hogy vak vagy nem? Nem tudja. Ha valaki vak, és nem tudja, hogy vak, hát ennél rosszabb szituáció nincs. Most képzeljétek el, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk. Mi azt gondoljuk, hogy látunk, mi azt gondoljuk, hogy nálunk van minden, mi azt gondoljuk, hogy az Isten minket minden nap szüntelenül megállt, és nem vesszük észre, hogy az emberek meghalnak, akikért imádkozunk, nem vesznek észre, hogy nem térnek meg az evangelizációk folyamán, nem vesszük észre, hogy jelentős szaporodnánk inkább. Csökkenünk, és így tovább, nem sorolom tovább ezeket a dolgokat, mi jól tudjuk. Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból. Minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse a lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. Ha Sátánon állna, akkor az idők végéig egyetlen ébredés nem lenne Isten népe körében, de nem vagyunk tudatlanok módszereit illetőleg. Lehetséges ellenállni erejének, ha elkészült Isten lelke számára az út, az áldás jön. Ha elkészült Isten lelke számára az út, az áldás jön. Maradjatok Jeruzsálemben, ameddig a Szentlélek eljöreátok. Egy tapottat se onnan. Addig keresétek az Urat. Emlékeztek Jákobra, a jobbok révén? Azt mondja, el nem engedlek, ameddig meg nem áldasz. Drága testvéreim, nekünk ez a küzdelmünk. Ez a mi harcunk. Ragadjuk meg az Úr kezét, és minden keserűség és kétségbeesés és megpróbáltatás és kiábrándultság közepette, mondjuk azt, amit Jákob, el nem engedem a kezedet, Uram, ameddig meg nem áldasz engem, ameddig meg nem áldod a te népedet, ameddig el nem jön a te lelked áldása a lankat és bűnös egyházra. Adja meg az Úr, drága testvérem, hogy lássuk ezeket. Én rajongik ezért. Vágyakozom erre. És boldog leszek, ha megláthatom az Úr kegyelme által. Amen.
Áldásos Isten tiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk az adventista énekeskönyv 120-as számú énekét. Szólj nékem a szeretetről. Míg az énekdalamat játsz, hogy az orgonán, megkérjük a diakonus testvéreket az adományok összegyűjtésére.
Imádkozzunk! Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, megvalljuk neked azt, hogy szívünk sokszor megcsalt minket, megvalljuk neked azt, hogy sokszor feljebb bölcselkedtünk saját magunkról, mint ahogy azt illett volna, és megvalljuk neked azt, hogy íme itt állunk előtted, teljesen tehetetlenül, de ugyanakkor kiáltunk hozzád, hogy hozd el a felüdülés idejét a te egyházadra. Kérünk tégedet, hogy segíts meg minket meglátnunk azokat az akadályokat, amelyeket a te lelked eljövetelének az útjába gördítettünk. Segíts meg minket, hogy azokat félretegyük az útból, hogy a te lelked jöhessen, és töltse meg, és élessze új életre a te drága egyházadat itt a földön. Jó atyánk, így a tehetetlenségből kiáltunk hozzád azokért az emberekért, akiket szeretünk, és akik körülöttünk élnek, akik közül egyesek még betegek. Kérünk tégedet, jó atyánk, hogy szabadíts meg őket a betegségből. Adjál nekik egészséget, és mutasd meg a te hatalmadat az ő életükön keresztül. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, és várjuk a te szabadításodat Jézus Krisztus nevében. Amen. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Amen.